Sziasztok, itt vagyunk Óbudán a vágánykiágazásnál, ahol az iparvágány kiágazik. Itt igazából azt hiszem két külön kiágazás van, de mindjárt meg is fogom nektek mutatni. Hogy a fővágányból kettő, és szerintem az a hév összekötő üzemi vágány, és ez pedig, amit először be fogok járni, ez pedig az, amelyik az óbudai erőműbe vezet. De majd mindjárt kiderül, hogy elindulunk, és hát tudjátok, hogy hivatalosan ez egy üzemelő vágány, meg vasút, ezért itt a biztonsági szabályokat be kell tartani, vagy legalábbis nem áll, tehát eleve az, hogy láthatósági mellényt felvettem. Az azért a sínek között mászkálás minden, és nem is a vágányokon megyek, hanem mellette, amikor ez lehetséges. Hogy ha esetleg jön vonat, akkor időben észrevegyem. És még nem is erre áll a váltó, de hát ezen a vágányon bármikor jöhet vonat. Már szerintem évek óta nem járt erre, de mivel ez egy üzemelő vágány, előfordulhat. És egyébként ilyen szakaszokon azért figyelni is kell, hogy lehetőleg nem a sínek között, hanem mellette. És különösen ahol váltó van, ott nem szabad se a sínre lépni se be közé, mert ha éppen akkor állítják a váltót, az oda csípi az ember lábát. És ha esetleg nagyon távolról állítják, és a váltó kezelő nem lát rá, akkor még oda be is szorulhat. Ezért vannak. Meg a sínszálasá, hogyha muszáj, akkor ne lépjen az ember, mert az megcsúszhat, főleg, hogyha... Hát most utalnék egy videóra, az ilyen paródia videó volt, hogyha még nem szállt meg az előző áldozat végére. Igen, de hogyha mondjuk esett az esély, hogy például, és nedves, akkor is tud csúszni, vagy télen, hogyha le van fagyva. Ezt szeretnél kerülni kell, de hát azt nézzétek, hogy ott már azért szépen benőttek az űrszelvénybe is, tehát nem valószínű, hogy itt bármi fog jönni. De hát sose lehet tudni, és mivel üzemelővágány, vigyázni kell. Úgyhogy ezen szépen elmegyünk, szerintem egyébként az óbudai erőműnek a kéménye az ott szembe látható. Szerintem itt egy ilyen nagy kunkort leírva fog szerintem oda bemenni. És egyébként az a kémének az érdekessége, hogy ezt egy március 15-e környékén így ki szokták világítani ilyen piros-fehér-zöld nemzeti színébe, többször volt már ilyen. Akkor az egy nagyon szépen néz ki, és még a pesti oldalról is valamennyire látható. A Újpest környékén, főleg ilyen magasabb házakból, de még akár Újpalotán is a szerencsésebbek ilyenkor láthatják. Megérkeztünk akkor ide egy útátjáróhoz. És igen, és itt válik el nagyjából a két vágány. A másik az a Szentendrei hévhez vezet, és azt egyébként azt, hogy nem is adták föl teljesen, azt szokták is üzemületekre használni. És a későbbiekben teltbe is van véve, hogy menetrend szerinti forgalom is lesz rajta. De hát akkor is szépen megyünk tovább a vonalon. Vagy hát azért nagyjából mellette, nem is mindig rajta. Egyébként a vasútvonal az nem egy olyan rossz, mert mint látjátok azért betonaljas, igaz, hogy sincs a valós leerősítéssel, meg elég rozsdások már a sinek, de így ránézni a 48-as sinek. Azt mondja, hogy ha nem lenne ennyire rozsdás, de talán még ti is látjátok, ez 48-as, annyi még látszik, hogy Diósgyőr és 48. És a többit már megette a rosda. Akkor így röviden, és tömören ennyi, ez egy szintén ilyen spontán rögtönzött vlog lehet, mert mondom, hogy ha már idáig eljöttem, akkor miért ne nézzük meg ezt is. Időbe belefér, videóanyag meg kell. Külön a Szentendreit nem fogom bejárni az elejétől, maximum majd, hogyha ide visszajövök, akkor innen. De. És van egy sportpálya is mellett, ezért szerintem ezt fogjuk is szépen tívesen megkerülni. De hát, majd később jelentkezem szerintem itt ott az évig úgyse történni semmi, a pályát meglátjátok. És az aksit is kimélni kell. De most elvileg ezért csutkára feltöltöttem, de hát ki tudja, hogy végül mennyire, hogy meddig bírja, meg hogyan. És tartalék aksim meg nincsen most már. Úgyhogy addig tudok filmezni, ameddig nem merül le. Úgyhogy majd mindjárt visszakapcsolom. Csak egy kicsit jöttünk előrébb, és látjátok, hogy
nem igazán jár itt vonat, mert akkor nem lenne ennyi fa az ülszelvénybe. Ott is előttünk is belóg az ülszelvénybe minden, úgyhogy nem valószínű, hogy itt vonat fog jönni, de elméletileg jöhet. Mert hivatalosan ez egy nem forgalomból kizárt vonal. És még az átépítésnél is visszakötötték. Hát ez vajon micsoda? Vagy mi volt korábban? Ja, itt egyébként még kandelábelek is vannak, tehát itt még lehet, hogy valamiért ide itt télvilágítás is volt. Hát ezt nem tudni, lehet, hogy itt valami nyílt van, egy kirakó lehetett, bár azt nem hiszem, mert annak azért valami nyoma lenne. És igen, csináltunk egy ilyen majdnem 180 fokos fordulatot, tehát itt egy hudokba fordul vissza. És szerintem arra a lakótelepek fele kell menni. Egyébként innen már nincsen messze a Bogdáni úti végállomása, itt a 9-es busznak a végállomása, de most nekem egyébként sem lenne jó, mert most nem is arra megyek, de kicsit bele az ülszelvénybe. Minden itt is belelóg. Nézd meg itt, és itt a lámpaoszlopok azért itt vannak. Hát igen, mondjuk jelen állapotban így a vágány nem járható, mert ennyi ülszelvényben nyúlog azon azért nehezen megy át a vonat. De mondjuk ez lenne a legkisebb probléma, hogy ide vonatot akarnának küldeni, mert ezeket ki lehet az igazolni egy pár nap alatt biztos. Hát úgy tudom, hogy már az erőmű sem működik, tehát nem is igazán lenne értelme erre bármit is közlekedtetni. Viszont érdekes, hogy még megvan. És így kényelmesen tudunk a betonaljakon sétálni. Hát igen, azért arra vigyázunk, hogy a ülszelvénybe lógó gazt azt kikerüljük. És hát ennyit a ott a kémény, és a sportpályát átadjuk a másik oldalról. Mikor már komplett dudva nő az ülszelvénybe, tessék, nézzétek meg. Azt nézzétek. Itt volt egy vágányzáró sorompó. A nyomai megvannak. Ott pedig előttünk egy váltó. És igen. Hát igen, a vágányzáró sodompóhoz már eltűnt. Szerintem itt lehetett akkor már közel lehetünk a gyártelep bejáratához, mert talában a vágányzáró sodompót az közvetlenül a kapu után szokták kirakni. Az arra hivatott egyébként, hogy az le van zárva, akkor van egy ilyen sodompó, amikor elzárja a vágányt, hogyha esetleg elszabadult elkocsik vannak, vagy bármilyen vasúti szerelvény, akármi kigurul, elszabadul, akkor az megakadályozza, hogy kiguruljon a nyílt vonalra. És esetleg ott balesetet okozzon, de majdnem minden iparvágánynál van ilyen. Itt pedig egy kibelezett váltó. Ez maga az állítómű. Nem megyek hozzá közelebb, mert lehet, hogy dalásrészek van benne. Vagy valami egyéb meglepetés. Tehát így néz ki, hogy ez maga a jelző. Tehát ez a jelzési kép a váltónak, ez alapján látja a vasúti jármű vezetője, aki errefele jön, hogy milyen állásba áll a váltó. Hogy egy kitérőbe áll, vagy pedig ilyen vízszintesen látja a fehér vonalat, akkor egyenesen. És itt pedig maga a kitérő, és hát a váltó része. Így, és akkor megmutatjuk mindjárt. És ez pedig a súlykörte, amivel állítani lehet. Hát ez úgy működik, hogy ezt így ezt a kallantyúján, amit majd tenni a fogantyúnál meg kell fogni, és így át kell, de majd most nem állítom át, csak néhogy így, és vannak is, hogy át kell dobni, és akkor a váltó átáll. Csak lehet, hogy le van reteszelve, vagy esetleg ki van. Bár kiszögelve nincsen, az látszana, de hogyha le van reteszelve, akkor ezzel, hogyha egy nagyon rángatja az ember, akkor azt is tudja törni. Vigyázni kell vele. De ezt a váltókezelő, hogyha ilyen váltó van, akkor kézzel így tudja átállítani.
Aztán persze manapság ennél már vannak modernebb módszerek is. Amikor akár a központból, akár több száz kilométer távolságból is tudják állítani a váltókat. Hát igen, és akkor itt már átszalak a kiágazások. Itt rögtön két felé, aztán utána ott kiágazik még egy vágány. Itt nem már három felé ágazunk ki. Ezért mindjárt fényképet is csinálok. Egy-két lencse védőkupa kupakot már elhagytam. Ezt most még idében megtaláltam. Hát, akkor kicsit vissza is nézünk. Erről jöttünk, és itt az első kiágazás. És hát akkor megnézzük itt a többit is. Na, itt is vagyunk. Tehát összesen három vágány van. Ez, amit itt látok előttem, ez a kis kő, ez az útják a biztonsági határjelző. Hogyha szerelvény itt áll meg, akkor abból biztos nem lehet baj, mert nem fognak összeütközni, meg nem érnek egymáshoz. Mert hogyha esetleg tovább gurulna mondjuk egy teherkocsi, és mondjuk ott állna meg, ahol most a fa bennő az űrszelvénybe, az már azért lenne aggályos, mert ha szemből tolnak be valamit, belóg az űrszelvénybe, és összeütközhetnek. És hogy rakománysérülés, vagy bármi lehet belőle, ezért találta ki ezt, hogy a biztonsági határjelző, hogyha itt ennek a vonalában áll meg, akkor még biztos nem lóg be egyik vágány űrszelvényébe se, és nem lehet belőle baleset. Csak egy ilyen, de jó, majd a szakértők nyilván ezt majd pontosítják, vagy akármi, ezt én nagyon laikus, meg konyha nyelven mondtam el, hogy mi lehet ez, de nyilván ez nem ilyen egyszerű, meg ahogy a váltóknál se. Tehát ezt azért hozzá kell tennem, hogy tehát nyilván, hogyha esetleg ezt a videót majd megnézi egy ezzel foglalkozó szakember, vagy vasúti dolgozó, vagy akár, pontosabban is el tudja mondani, mert valójában azért ennél sokkal bonyolultabb a dolog. Mert több összetevőből állnak többi, de ez csak így gyorsan dióhéjban így, hogy elmondtam, hogy mit látunk nagyjából, aztán majd nyilván pontosítanak a szakemberek. És akkor itt van maga, ez már az erőműnek a kapuja. És látszik, hogy itt mind a három vágány ugyanoda fut be. Legalább ez megvan is. Igen, mert én úgy tudom, hogy ez korábban széntüzelésű erőmű volt, és a szenet hordták be vasúton. Viszont, hogyha még üzemel is, úgy tudom, hogy már nem üzemel, de még üzemelt, és szerintem átálltak gázturbinára, és a gáz az pedig már vezetéken jön, ezért nincsen szükség a vasúti szállításra. És ez általában jellemző az ilyen erőművekre, hogy átállnak ilyen gázturbinás megoldásra. Hoppá, és esetlemébe is lehet menni? Ja nem, mert ott az el van kerítve. Egyébként sem mennék be, mert ez már tényleg magánterület. Le is van zárva, hát nem. Nem ildom most meg, mert nem is jogszerű bejönni ilyen helyekre. És akkor itt van, hogy három vágány megy be. Hát ott, hogy bent meddig megy el, azt nem tudom, majd akarom a zoommal egy kicsit kideríteni. Hát... Ott egészen a Kéményi kanyarodik el. És mellette még út is van, hát... Szerintem, hát jó, nyilván ott a Kémény körül lehetett a kemence, vagy a, mit tudom én, az égőtér, vagy akármiben, ahova dobálták be a szenet. És egészen addig nyilván a vágányok el is mennek. Hát, ennyi akkor. Akkor innen az út már csak visszafele vezet. De eddig lehetett bejönni. Hát látszik, az ajtó zárva van, úgyhogy ennyi, nem is megyek tovább. Nem is tudnék. Úgyhogy érjétek be ennyivel. Ja igen, az ott a parkoló autók ott a háttérben, az már nem az erőmű területén vannak, hanem ott úgy látom, hogy egy közút megy el mellette, de... Na hát akkor szerintem ez egy ennyi. Hát az a középső vágány, az még jobban benőtte a gaz. Szerintem egyébként legtovább azt a vágányt használták, mert az van a legjobb állapotban. Tehát azt el tudom képzelni, hogy még amikor itt volt forgalom, és már nem volt akkora, hogy szükség legyen itt mind a három vágányra, tehát gyakorlatilag csak azt a legszélsőt használták, ahová egyenesen be lehetett járni, vagy még nem tudom, az volt legjobb állapot, vagy akármi, de a többi pedig már akkor se.
és azért van az jobb állapot. Hát azt a legszélsőbb meg aztán nyilván nem, mert az bármik az is hozzátartozik, hogy az van a legközelebb itt a fákhoz, és akkor nyilván arra nőtt rá a leghamarabb. Minden dudva, meg gaz, meg akármi. De hát látjátok, itt tovább haladva. Az a szélső a legrosszabb állapot, és talán ez még a legjobb. Ott csak az a falógotba, az űrszelvényben, a többi nem. Hát nyilván, annak még megpróbálok utána nézni, hogy meddig használták ezt a vágányt. Hogyha valamit találok róla, akkor azt majd berakom a videó leírásába. Utólag már nem fogom rámondani, mert sok értelme nincsen. Ezek azért spontán vlogok, meg ilyen spontán vonalbejárások, mert ez a meglátok valamit, és akkor csináljuk. Nálam van a kamera? Nálam van. Fel van töltve? Fel van. Akkor csináljuk. Van idő? Van. Akkor csináljuk róla a videót. Ezek általában így működnek. Hogyha előre tervezettel megyek valahova, akkor nyilván azért utána nézek előtte, Google-n vagy valahol, hogy mit kell róla tudni. Annyit még meg fogok tenni szerintem, hogy nyilván az úgy lehet nyomozgatni, hogy fentről.hu, meg esetleg régi műholdképeket itt nézegetek majd a környékről, hogy ott mennyire látszik valami, meg hogy esetleg használatban lenne. Más például azért a Kisburmás videónál ott találtam olyat is, ahol konkrétan vonat is volt. Azon a szakaszon, amit éppen bejártam. És nagyon jól látszott, hogy az egy tűzépteleport volt, és odaholták a szakad. Na jó, hát akkor szerintem itt most legyen elég ennyi. Hát akkor sziasztok, köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Remélem, hogy érdekesnek találtátok. Hát ha tetszett, akkor nyomjatok lájkot. Ha nem tetszett, akkor lehet diszlájkot is nyomni. Fel is lehet iratkozni, ha még nem tettétek meg. Amúgy is közelítek ma az 1600-hoz, úgyhogy nyugodtan, bármikor. És hát ugye egyébként is, ha esetleg felismertek valahol nyílt napokon, vagy valahol, mint egyébként pont tegnap voltam, a Trollik adásban volt nyílt nap, és ott is volt, aki felismert, hogy na, és már megint videózom, mikor lesz belőle, de jó, hát jó. Teljesen nyugodtan, én csak örülök neki, hogyha egyre többen néztek. Úgyhogy hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, akkor sziasztok, és majd a következő videóban fogunk találkozni.